A nyár nem csak a napsütést és a gondtalan kikapcsolódást tartogatja a legtöbb gyermek számára, hanem a strandolás okozta fülgyulladást is. Ez a kellemetlen, fájdalmas betegség bárkit utolérhet, aki még hajlamosító tényezőkkel is rendelkezik, különösen óvatosnak kell lennie. A tünetek a fülfájdalomtól alázik terjednek, így jó, ha minél előbb orvoshoz fordulunk. Valóban beköszöntött a jó idő, és ezt próbáljuk a strandon túlélni itt ennek nagyon jó hatása van, hogy lehűtjük magunkat, viszont bizonyos esetekben problémát is tud okozni. Mi is igazából a probléma lényege? Ez egyik az, hogy kívülről a fülbe juthat bele akár a víz, a vízben lévő kórokozó, vagy pedig a víz fertőtlenítésére használt szerek. És ezek bánthatják a fülnek a külső részét. A másik probléma pedig, hogyha ez a baktérium vagy kórokozó talál egy rést a hártyán, ezen a finom kis fülkürtnek a hártyáján, ez csinálhat halójárat hártyáján, csinálhat gyulladást. És ez a gyulladás, az a fülfájás. Rossz közérzet, szédülés, fülzúgás, és hát a fájdalom, az különböző lehet. Most ez a gyulladás lehet egyrészt ez a hártyának, vagy finom hártyának a gyulladása, illetve az ott található normálisan lévő fülzsírnak az extrém megduzzadása a folyadékra is. Ez az enyhébb eset, ilyenkor ezt el lehet könnyen távolítani, már mint fülorgégészeten, és utána kezelni az alatta levő gyulladást. Hát ha valaki strandra készül, akkor javaslom, hogy parafinolaj vagy olívaolajas cseppentést a fülbe, mind a két oldalra, két-három cseppet, ugyanis a víz vagy az olaj eloszlik a, a hám rétegen, és taszítja a vizet. Ennek ez lenne a preventív megelőzése, illetve ha már fájdalom van, akkor fájdalomcsillapító, illetve ha külső hallójáratról van szó, biztosan tudjuk, akkor a, a hűtése javasolt. Egyébként a beteg pontosan tudja, hogy mi esik jól neki, a hideg vagy a meleg berogatás. Vannak hajlamosítók, akik egyébként is valami okból ornyáka hát a duzzadása hajlamosak. Felnőtteknél inkább az orsövényferdülés, vagy krónikus felső légúti betegség, akár allergia is, de gyermekeknél is gyakran előfordul, hogy orrmandulatúltengés, vagy régóta hordozott felső légúti állapotban van, és a nyaralás fűzhatására ez be tud durranni ha valaki tudja magáról, hogy hűfájós, ordugulós és tervez repülést, főleg mégis az időtartam mindegy, mert a fel és a leszállás okoz ilyenkor kellemetlenséget. Ilyenkor ö, orsprével a nyárkahártya duzzanatot ö, érdemes lelóhasztani, és ö, val folyamatos rákcsálás vagy nyeldeklés orbefogás során a fürkürtnek a szellőzését jobban lehet így biztosítani. Ha rövidebb útra megy az ember, akkor elég csak a felszállás előtt befújni ö, orsprét, de hogyha hosszabb útra, akkor a leszállás előtt is gondolni. A fülfájással orvoshoz kell fordulni, hogy a tünetek ne súlyosbodjanak. Szakszerű kezeléssel 4-5 nap alatt múlik a fájdalom. Az orvos először is megpróbálja föltérképezni, hogy mi az ok, tehát hogyha a fülzsír duzzanata, akkor egyértelműen annak az eltávolítása, majd a, a, megnézni, hogy milyen az a halójárat, és amennyiben gyulladás vagy váladék van, a váladékot szintén eltávolítani, illetve fertőtlenítő, akár antibiotikus gészcsíkokat behelyezni a fül halójáratába, és ezt meghatározott időnként cserélni. Akinek a füle fáj, és ott piszkálják, vagy akár gyógyhatású dolgot próbálnak oda tenni, az fájdalommal jár, viszont nagyon gyorsan tudja enyhíteni a fájdalmát.